Napjainkban egyre többen választják az internetes vásárlást, hogy elkerüljék a sorban állást. Ennek hatására azonban megnőtt az online csalások száma. A csalók gyakran nem a megrendelt terméket küldik el, olyan is előfordul, hogy alacsonyabb minőségű áru érkezik meg a vevőhöz. Azonban az is gyakori, amikor egyáltalán nem érkezik meg a már előre kifizetett termék. A rendőrség szóvivője is visszaigazolta az internetes csalások számának emelkedését. Komlósiné Kisanett azt mondja, számos tényezőt kell figyelembe vennünk, mielőtt úgy dönt, az interneten vásárolunk. Amikor ilyen aukciós portálokon vásárolja, soha ne fizessenek előre megvásárolt termékekért, hanem mindig utánvétel kérjék a terméknek az eladását. Mindig ellenőrizzék azt a csomagátvételekor, hogy valóban azt kapják-e, amit rendeltek, hiszen előfordultak olyan bűncselekmények, amikor egy megrendelt termék helyett valami olcsó más terméket küldtek az eladók a vevő részére. Az is gyanúra adhat okot, tette hozzá a szóvivő, hogy egy adott terméket értékének töredékéért kínálnak eladásra. Vagy éppen az, hogy a vevő csak úgy juthat hozzá az áruhoz, ha előre utalja annak az árát. Ám miután ez megtörténik, a hirdető eltűnik az előleggel, vagy akár a teljes összeggel együtt, és a mit sem sejtő vásárló sosem kapja meg a megrendelt terméket. Nagyon fontos az, hogy amikor tőlünk azt kérik, hogy bankkártya adatainkat adjuk meg bármilyen vásárlás során, akkor soha ne tegyük meg, és mindig csak biztonságos oldalakon, bankok által üzemelt oldalakon vásároljunk. Ezzel nagyjából elkerülhetőek azok, hogy a csalás áldozataivá váljunk. A szóvivő azt mondja, a tavalyi évben Tolna megyében két csalás sorozatot derített fel a rendőrség. Az egyik esetben a csalók több mint 170 alkalommal verték át áldozataikat az egyik népszerű kereskedelmi weboldalon, de a megyében folyamatosan érkeznek a rendőrséghez internetes csalók elleni feljelentések.